Városi sétákra invitál Csengei Ágota könyve. A kincses keszthely elsősorban gyerekeknek mutatja be a település épületeit, szobrait, a Balatont és számos más érdekességet. A néhány hete megjelent kötet célja, hogy megismertesse keszthely titkait az itt élőkkel. A könyv nem csak olvasnivalót kínál, hanem foglalkoztatóként is működik. A gyerekeket számos kaland várja az oldalakon, detektívekké válhatnak, kvízjátékot játszhatnak, de a családi kincskeresőt is kipróbálhatnak. Arra próbáltam törekedni, hogy a gyerekeknek semmiképpen ne legyen unalmas, hiszen csak olvasni, olvasni, olvasni nem biztos, hogy ez olyan izgalmas és fenntartja a figyelmet, és ezért ilyen kincskeresős játékot raktam bele, ezért ilyen rajzolós feladatok vannak benne. Legyél detektív, azaz, amikor meg kell keresni tárgyakat, amiket én lefotóztam előtte, és azt meg kell keresni ők egy térkép segítségével, hogyha nem találják. Tehát próbáltam azért az ő korosztályoknak megfelelő játékokat is elrejteni a könyvben. A kötet megjelenésével régi álma vált valóra Csengei Ágotának. A könyvben számos saját fotója is megjelent, a történeteket, sétajavaslatokat pedig Somogyi Beáta illusztrálta. A keszthelyi látnivalókon Zsófi és Balázs kalauzolja végig az olvasókat. Az első oldalakon egy kincsvanász útlevelet is találnak a gyerekek, ebbe a város különböző helyszínein gyűjthetnek pecséteket. A fiatalok mellett azonban a felnőttek is élvezettel forgathatják a könyvet. A 10 fejezetből 2 történelmi, az egyik keszthely története, röviden majdnem dióhéjban, a másik pedig a Festetics család története. És ezen kívül pedig olyan programjavaslat, mondhatnám séták, amiket az ember, hogyha megfogja az unokájának, a gyerekének a kezét, akkor keszthelyt megismerheti. Tehát mindenképpen az volt a célom vele, hogy keszthelyt és keszthely környékéről is egy kicsit átfogóbb képet kapjon az olvasó. A kötetet a Goldmark Károly Művelődési Központ adta ki. A könyv megjelenését az Agrárminisztérium Hungarikum Bizottsága támogatta. A kincses keszthelyt jelenleg a Turinform irodában lehet megvásárolni, de várhatóan elérhető lesz a könyvben szereplő múzeumokban, kiállító helyeken is.